Felkészült az ord időjárásra a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ. A következő napokban a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak az idős emberekre. Ellenőrzik, hogy nem maradnak-e fűtés nélkül, és rendelkeznek-e több napra elegendő élelmiszerrel. Vészhelyzet esetén pedig a jelzőrendszeren kérhetnek segítséget a bajba jutottak. Nagyon figyelünk arra, hogy az idősek gondozottjaink ne legyenek vizes, nedves ruhában, ne legyen olyan, hogy tartósan vagy akár rövid ideig is mondjuk hideg vízzel kelljen otthon élniük. Tisztel Hervik arra kér mindenkit, hogy szépkorú rokonaikkal, szomszédjukkal naponta legalább egyszer vegyék fel a kapcsolatot, vegyék észre, ha esetleg nem füstöl a kémény. Mint a szakmai vezető mondja, odafigyeléssel elkerülhetők a tragédiák. A fagyos napokon a négylábú kedvenceket is óvni kell a meghűléstől, fontos a folyamatos folyadékpótlás és a meleg zug biztosítása. Pont akkor a házra van szüksége, amiben ő belefér, mert azt tudja magának bemelegíteni, meleg takarót, hogyha eltűri a kutya, érdemes alárakni, illetve ami nagyon fontos, a folyadékpótlás. Sokan azt gondolják, hogy ebben a hidegben nem kívánnak inni az állatok, pedig igen, pontosan ez az az időszak, amikor sokkal több folyadékot fogyasztanak. Gelencsér János meteorológus szerint pénteken tovább csökken a hőmérséklet, és a nap sem fog már sütni. Jelentősebb mennyiségű hóra azonban csak szombaton kell számítani. Szombatra már az egész ország területén gyakorlatilag borult időjárásra kell számítani. A csapadék eloszlásában egyelőre úgy néz ki, hogy a Dunántúl lesz szerencsésebb, ott előre látok olyan 10-15, maximum 20 centi hó várható, és ami a baj az, hogy igen erős szél kíséretében fog megérkezni, hófúvásokra kell számolni. Lesznek olyan területek, ahol akár a mínusz 25 fokot is megfaladja a hőmérséklet. A meteorológus előrejelzése szerint városunkat és környékét az ország déli részeihez képest kevesebb hó borítja majd. Várhatóan 10 cm hullik, az erős szél viszont okozhat fennakadásokat.